Aranydiplomát vett át Löki Lászlóné. Aranydiplomát vett át Eskovács Ilona. Életet mentett a jelzőkészülék. Régészeti kiállítás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 1-én 18 óra 5 perckor. Megtalálta szakmája szépségét Löki Lászlóné, középiskolai tanár, aki a napokban vette át aranydiplomáját a Debreceni Egyetemen. A tanárnő 3 éves kora óta él Karcagon. A gimnáziumban nagyon jó kémia és fizika tanára volt, még tárgyakat is kedvelt, és eredetileg vegyész szeretett volna lenni, de olyan nagy volt a túljelentkezés, hogy a tanári szakot próbálta meg. Később nem tudott átjelentkezni, de nem bánta meg. A gimnáziumban nagyon jó kémia és fizika tanárom volt, bár gondolkoztam másba is. Szerettem a matematikát, szerettem a német nyelvet, történelmet, aztán valahogy így alakult. Az az igazság, hogy inkább vegyész szerettem volna lenni, de akkor olyan nagy volt a túljelentkezés a vegyész szakon, hogy ezt próbáltam meg, gondoltam, majd átjelentkezek fél év után vagy egy év után, de aztán kiderült a felvételi pontszámomból, hogy felvettek volna oda is, de nem bántam meg. Végül is nem lehetett átjelentkezni, mert voltak vagy 7-8-an, akik vegyész szakra jelentkeztek, és őket átirányították. Úgyhogy maradtam, és nem bántam meg. Diploma után a karcagi ipari iskolába került a férjével, majd a kollégiumban volt, és aztán nyugdíjazásáig a gimiben. Furcsa volt visszamenni tanítani egykori tanárai közé, izgult, de mindenki nagyon nagy szeretettel volt iránta. Nagyon furcsa volt, nagyon izgultam, hogy fogadnak, de mindenki nagyon nagy szeretettel volt tanáraim. Igen, először nem mertem őket hát nyilván tegezni, aztán úgy egyenként fölajánlották a tegeződést, és aztán kollégák lettünk, remélem egyenrangú kollégáknak tekintettek. A legnagyobb kihívása a fizika tárgyból volt, mert az akkori egészségügyi szakközépiskolában kötelező érettségi tárgy volt. Én a kémiának próbáltam a gyakorlati oldalát előtérbe hozni, de nem egészen az volt a tananyag, inkább elméleti jeskedő volt a tananyag, de a fizikával is ugyanez volt a helyzet. A legnagyobb kihívás a fizikában az volt, hogy az akkori egészségügyi szakközépiskolában kötelező érettségi tárgy volt a fizika. Hát elképzelhető, hogy nem vették könnyen az akadályokat, de megbirkóztunk vele közösen. Örömet okozott neki egy-egy tehetséges diák, akik közül Daruka Pisti volt az, akivel nem bírta az iramot, kifogott rajta óriási tudásszomja. A eleinte nekem is, mint tanárnak is minden tananyag új volt, a módszertana volt új, és sokat kellett órára készülni. Hát örömet okozott egy-egy tehetség, akivel lehetett birkózni, akivel, hát egyet biztos tudok mondani, akivel én sem bírtam az iramot, de a többi kollega sem, mert mindegyikünkön kifogott az ő óriási tudásszomja. De ki volt ő? Daruka Pisti. Ő volt, nem lehetett őt kielégíteni tudásilag. De volt azért egy-két ilyen tehetséges diák, ez maga kikapcsolódás. Hát a magánéletben a kikapcsolódás, barátok, jövésmenés, utazgatás, amennyire a lehetőség engedte, mármint a pénzbeli lehetőség engedte. Sokat olvasok, még most is, és akkor is szerettem. Nagyon érdekel a történelem változatlanul, úgyhogy eltelt az a kevés szabadidő. Tanítványai közül többen követték a pályán. Reméli, ők is megtalálták a kémia-fizika szépségét. Talán elmondhatom, és nem esik rosszul másnak, hogy egy egészségügyi osztály volt a kedvencem, akikkel annyira jó volt dolgozni, hogy mire én kitaláltam, hogy mit kellene csinálni, és vagy kötelező megcsinálni, addigra ők azt már megoldották. Úgyhogy azóta is szívesen jönnek össze, ők is összetartanak, és nagy öröm őket látni, és örülök annak, hogy 80%-ban még mindig az egészségügyben dolgoznak, nem is akárhogy.
büszke lányaira, az idősebbik Debrecenben dolgozik gyógyszerkutatóvegyész, a kisebbik közgazdaságit végzett, Siófokon lakik. Unokája gyógyszerész hallgató Debrecenben. Két lányom van, hát már ők is benne vannak a korba. Az idősebbik Debrecenben dolgozik a Tevába, kutató, gyógyszerkutató vegyész. A kisebbik ő közgazdaságit végzett Szegeden, Siófokon lakik. Az aranydiploma átvétele nagyon szép, méltóságteljes ünnepség és örök élmény marad számára, épp úgy, mint két oklevél, amit legnagyobb szeretettel őriz diákjaitól. Az év tanárnője és a Magna Carta Humanum a leghumánusabb pedagógus címet. Nekem akárhányszor megyek oda, mindig akkorát dobban a szívem, ha belépek a díszudvarra, vagy egyáltalán a kapuján. Úgyhogy nagy örömmel mentem, tavaly ugye elmaradt az átadás, most is csúszott egy kicsit őszre, azt hiszem nyáron szokták átadni. Nagyon szépen, méltóságteljesen szervezték meg az ünnepséget, azért igyekeztek a Covid miatt a távolságot betartatni, maszkot kellett hordanunk, nem mentünk ki átvenni a diplomát, hanem oda jöttek szépen sorba, átadták nekünk. Szép volt. A napokban vette át az aranydiplomáját a Debreceni Egyetemen dr. Eskovács Ilona etnográfus. Vele beszélgettünk pályájáról. Gyerekkorától pedagógusnak készült. Történelem latin szakra jelentkezett Debrecenbe, majd felvette a néprajzot is. Gunda Béla professzor és Borsák István professzortól sok tudást kapott. Én születésemtől kezdve szinte pedagógusnak készültem. Először tanítónak, ahogy nőttem, utána általános iskolás tanárnak, középiskolás tanárnak. Végül is középiskolás koromban döntöttem el, hogy történelem és magyar szakra fogok jelentkezni, amit az utolsó évben gyorsan lecseréltem felvételi előtt latin szakra. Tehát én történelem latin szakon kezdtem az egyetemet 1966-ban, de nagyon jól sikerült az első év, kinyílt a szemem, és kiderült, hogy föl lehet venni egy nagyon izgalmas szakot, amihez nekem nincs szükségem tanulásra, ez pedig a néprajz. Mert a néprajz a magyar paraszti élettel foglalkozik elsősorban, és Debrecenben ekkor Gunda Béla professzor úr volt, akitől rengeteg mindent tanultunk, ő indított el bennünket az életre. De a latin szak is nagyon izgalmas volt, ott Borsák István volt a professzorom, későbbi akadémikus, és az egész latin tanári kar igen neves tudósokból állt, hiszen a 60-as években a vidéki egyetemekre idézőjelben száműzték az ország legjelentősebb tanárait, tudósait. Szerencsés korszakban jártam az egyetemen, és végül is párhuzamosan sikerült mind a három szakot abszolválnom 1971-ben, tehát történelem latin szakos tanári és etnográfus, vagyis néprajzos múzeológusi diplomával hagyhattam el az egyetemet. Történelem latin szakos tanári és néprajzos muzeológus diplomával a Tatai Múzeumba került, majd a Kunszent Miklósi Gimnáziumba. Onnan a Néprajzi Múzeum kutatója lett, a magyar pásztor művészettel foglalkozott és kiállítást rendezett belőle. Én legelőször a Tatai Múzeumba kerültem, a Komárom megyei múzeumi igazgatósághoz néprajzosnak, csak hogy közbeszólt a család, megszületett a kislányom, és a férjemet más városba helyezték, nem tudtam folytatni a múzeumi életet. Rövid ideig gimnáziumba Kunszent Miklóson tanítottam, majd pedig Pestre kerültem, és a hosszú-hosszú évekig a Budapesten a Néprajzi Múzeumnak a kutatója lettem. Ez meghatározta az érdeklődési körömet, hiszen azonnal a pásztorművészettel, vagyis a magyar népművészet egyik ágával kezdtem foglalkozni, és hamarosan újabb meg újabb lehetőségeket biztosított a múzeum.
Én már 1976-ban kiállítást rendeztem a Kossuth téren, a Néprajzi Múzeumban, Magyar Pásztorművészet címmel, ugyanezt elvittem Lipcsébe, hogy mások is megismerjék, hogy a magyar pásztorművészetnek a motivumkincse, díszítményei, tárgyai mennyire gazdagok, szépek. De ugyancsak a Néprajzi Múzeum engedte meg, hogy Európán kívüli anyaggal is foglalkozzak. Például 1985-ben egy vándorkiállítás keretében Kőrösi Csoma Sándor évforduló apropóján Lámaista művészet címmel rendeztem kiállítást, amit nagyon sok helyen, nem csak a Néprajzi Múzeumban, hanem az országban szintén több helyen bemutattam. 1984-ben doktorált. Nagy fájdalma, hogy a disszertációja a tiszántúli szarufaragásokból még nem jelent meg könyvben. Évekig dolgozott a Népi Iparművészeti Tanácsban, majd a Karcagi Népművészeti Házi Iparszövetkezet elnöke volt, utána egy budapesti gimnáziumban tanított. Érdekes útam volt, mert én a Néprajzi Múzeumból átmentem a Népi Iparművészeti Tanácsba, vagyis a népművészet feldolgozásával kezdtem el foglalkozni, először csak a faragókkal, majd a hímzőkkel, szövőkkel, és így tovább, és ennek apropóján én 90-ben visszakerültem a Népművészeti Házipari Szövetkezet elnöki székébe, ami nagyon izgalmas korszak volt, mert a gyakorlatban kellett megismernem, mit lehet csinálni a népművészettel. De ez a korszak rövid ideig tartott, és visszakerültem Budapestre, megint a Néprajzi Múzeumba, de nem éreztem teljesnek az életet. Nem éreztem. Én egy eklektikus ember vagyok. Igaz, hogy a szövetkezet vezetése miatt én elvégeztem egy szakközgazdász szakot is Szolnoki Főiskolán, azonban kimaradt a tanítás az életemből. És én végül is elhelyezkedtem Budapesten egy gimnáziumban, amire nagyon büszke vagyok. Én gimnáziumi tanárként is úgy érzem, hogy megálltam a helyemet, sok osztályt érettségiztettem, volt egy legendás osztályom, akiket Erdélybe vittem kirándulni, akiknek remélem nagyon sok útra valót adtam az életben. Ez viszont lehetőségem volt, hogy mind a közgazdaságtant, mind a latint, mind a történelmet, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy alkalmazott közgazdaságtant is tanítottam a gyermekeknek, tehát én mindig visszanyúltam az eredethez. Nyugdíjasként szülővárosában szeretné visszaadni azt a rengeteg információt, tudást, amit 50 év alatt összegyűjtött. A Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnökeként könyveiben a kunkapunak, a kunhímzésnek is emléket állított. Most is két könyvön dolgozik. Ismét tragédiát előzött meg a szénmonoxid érzékelő. Két ember köszönheti az életét az eszköznek. Jelzést adott a szénmonoxid érzékelő csütörtök délelőtt kisújszálláson, egy Malom utcai családi házban. A tulajdonos azonnal megkezdte a szellőztetést, a házat azonban nem tudta elhagyni, mert a másik lakó egy fekvőbeteg ember volt. A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez, akik a jelzéskori állapotok helyreállítását követően a fürdőszobában lévő átfolyós vízmelegítőnél kimutatták a mérgező gáz jelenlétét. Az eset során senki nem sérült meg, és az ingatlan is lakható maradt. Egy jó minőségű szénmonoxid érzékelővel elkerülhetőek a halálos és a sérüléssel járó mérgezések. Különösen fontos a használata abban az esetben, ha nyílt égésterű fűtőeszköz vagy vízmelegítő működik a házban. Ilyenkor az érzékelő használata mellett fontos, hogy biztosítsuk a berendezések biztonságos működéséhez megfelelő mennyiségű oxigénutánpótlást, a helyiség megfelelő szellőzését. A megfelelő érzékelők listája megtalálható a Katasztrófavédelem honlapján. Megnyílt a Talicki Endre régészeti kiállítás Tiszafüreden. Egy új tárlattal bűvült a Tiszafüredi Kispál Múzeum. A régi gyermekorvosi rendelő épületében kapott helyet a múzeum alapítójáról elnevezett kiállítás. Nekem a gyerekkori álmokat hozta elő ez a kiállítás, ami megvan még szerintem
ez nem lehet kinőni, megvan felnőtt korba is, és csodálatos dolog, hogy Tiszafüred és ennek a vidéknek a múltját akár a 4-5 ezer évig vissza lehet követni. És egyre több történet van, amikor nézzük a koponyákat, akkor emberi történetek köthetők hozzá. És kitalálhatók, hogy hogy élhettek az emberek, azok az emberek, akik itt éltek. Megnézzünk egy csontvázat, akkor tudjuk azt, hogy mennyi időskor, milyen nemű, milyen életet élhetett. És hogyha most, ahogy beszélgettük, jönnek a genetikai kutatások, akkor megnézhetjük azt, hogy a rokonságokat, hogy különböző feltáráson milyen rokonságba állhattak az emberek egymással. És amikor itt körbenéztünk, akkor mentünk a következő részre, a kerámiákhoz, amit én egyetemen tanultam, és jó volt látni azokat a mintákat, azokat a technikákat, amiket én még könyvekből tanultam, hogy hogy volt itt Tiszafüreden a kerámia az 1800-as években, és én karcagi vagyok, és én úgy nőttem fel gyerekként, hogy a Kántor Sándor az egy nagyon komoly fazekas volt, és amikor egyetemen tanultam, hogy Kántor Sándor is a füredi kerámiát honosította meg, azokat a mintákat, vagy akár mezőtúról, akkor rájöttem, hogy ez a kerámia sem egy ilyen, a fazekasság sem egy ilyen egyszerű dolog. Ennek is története van, ennek is útja van, ennek is mesterei vannak, és csodálatos dolog, hogy egy alföldi kisvárosban, Tiszafüreden ennyi csodát egyszerre be lehet mutatni. Az igényesen berendezett, színvonalas tárlat időutazásra hívja a látogatókat. Szakmailag felkészült csapat segít megismerni a város és a térség múltját. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!